Na jó estét kívánok mindenkinek, én Kovács Pali vagyok, és ebben az új videóban egy modellt szeretnék nektek bemutatni, nem más, mint az 1970-es Ford Mustang Mach 1-es modelljét szeretném nektek bemutatni, hát nagyon gyönyörű. A kék szín is adja, nagyon-nagyon-nagyon szép. A felnek is nagyon szépek. Fókuszálna. Itt van Ford Mustang Mach 1-es. A tükrök is nagyon szépek. Megmutatom itt előről. Gyönyörű. A hűtőráncsnál hiányzik a Ford Mustang logó. Most talán kicsit fókuszál. Itt van a Ford, ugye a rendszámnál logója. Egy gyönyörű a lámpák is. Hűtőrács minden szép. Itt van, hogy 428. Görög. A belső is nagyon szép. Fordítunk. Gyönyörű. Hát most vettem a Müllerbe. Fókuszálna. Mindig elmegy a fókusz, nem tudom miért, de mindegy. Úgyhogy kormány is nagyon szép, az ülései, de rács kirács. És itt van hátul a segge, egy gyönyörű. Ott lehet tölteni az üzemanyagot, úgyhogy ebben még a eredeti rotyogos V8 van benne. Gyönyörű, szeretem. Úgyhogy hát így örülök, hogy megvettem, meg hát így szeretem a Ford Mustangokat, meg minden. Úgyhogy az előző videóban is volt ugye az a Ford Mustang, ugye 2020-as, csak az már ugye már nincs meg, de fönn van a hangfelvétel, meg hogy ugye a bemutatása a YouTube-on fönn van, úgyhogy meg szem Facebookon is fönn van képekbe. Úgyhogy és felkerül a YouTube-ra, meg a TikTok-ra, meg a Facebook-ra, Instára. Úgyhogy hát ennyi lett volna az a kis rövid bemutatós videó. Ha tetszett a videó, akkor csapassátok a lájkokat. Most így jobban lehet látni, mert előbb megint elment a fókusz, mindegy. Úgyhogy remélhetőleg nyáron, hogyha lesz megint Ford Mustang találkozó a megszokott helyen, ugye Vecsésen, a Burger Parkolóban. Úgyhogy lehet, hogy akkor... Hát, nem biztos, hogy kiviszem, de mindegy, úgyhogy... Van egy ilyen Ford Mustangos pólom, kettő is. Úgyhogy hát akkor el szeretnék tőletek köszönni. Ennyi volt a mai videó. Akkor mondom, csapássátok a lájkokat, meg írjatok hozzászólásba bármit, meg biztos emlékszenek a
az ilyen idősek, akik ugye, hát akkor még ugye fiatalon szerették a Mustangot, hát most is szeretik, de azt hiszem Amerikában ugye ott vannak ezek a Mustangok, Mach-1-es, meg a Ford Mustang GT, ugye az OT-s, na, most nem tudom, annyira izgatott vagyok, meg annyira szeretném V8-t, hogy tényleg nem tudok beszélni, de mindegy. Úgyhogy írjatok hozzászólásba. Hát nagyon a Mustangnak a történetét, vagy történetét úgy nem tudom. Majd elolvasom a Wikipédia, vagy valahol oldalon. Úgyhogy hát ennyi. Na, én Kovács Pali voltam. Legyetek jók, jó hétvégét mindenkinek. Addig is, majd jövök egy következő videóval. Addig is, sziasztok!